csinálunk egy alapszint ennek a csendéletnek, tehát megalapozzuk egy kicsit, föl van már rajzolva. Egy ilyen jó kis meleg, narancsos szint fogunk elővarázsolni, amit úgy fogunk megtenni, hogy feketéből és fehérből és egy kicsi narancsból keverjük ki. Ugye azt jelenti, hogy akkor teszünk ide egy kis fehéret. Okay. Hát egy még egy picit. Jó. Aztán egy nagyon csak feketét. Tényleg nagyon kicsi kell. Na, gyere ki. Oké. Okay. És mi mondtuk, hogy narancs kell. Ahhoz pedig, ahogy a narancsunk meglegyen, ahhoz egy csöpp sárga, és egy nagyon-nagyon csöpp piros. Adj. Hirtelen. Akkor első körben, ugye, csinálunk egy nagyon halvány szürkét, tehát akkor a fehérből kiszedek egy kicsit ide, és egy nagyon mötyűrít a, tehát ilyen valami nagyon halvány szürkét akarunk kikeverni. Itt ez még elég sötét. Még egy csöpp fehéret ide veszünk. Valami ilyesmi. Aztán húzd le a festőkésedet, vagy az ecsetedet pucolt ki, és akkor a narancsot is úgy keverjük, hogy a pirosat rakjuk ugye a sárgához. Megkapjuk ugye a narancsot. És nem keverjük ki az egészet. Nyilván. És akkor kipróbáljuk, hogy most mit tettünk. Jó, akkor ezt is lepucoltam, és akkor szedek ki egy kis szürkét ide, és rakom be egy kis narancsot. Elviekben jó kis meleg szint kell, hogy kapjunk. Egy kis szürkét kapok ide. És akkor úgy nézem, hogy a narancsom az elég kevésre, tehát még. Mert azért erre az egészre kell, és én ezt az egészet ide húzom. És nem kell vastagon, hát jó, hogyha van egy ilyen alapozó ecseted, és akkor ezzel nagyon gyorsan meg lehet csinálni az alapot. Picit meg is vizezem. Annyi, hogy majd egy kicsit így átsejlik az egész, tehát nem kell ezt nagyon vastagon feltenni, annyi, hogy tényleg legyen egy nagyon kicsi alap, tehát ezt lazábban, vizesebben felviszem, és akkor ez majd átsejlik egy picit, és akkor nem a hófehér vászonról fogunk, vászon fog nekünk visszanézni, hanem lesz egy jó kis alap, szívünk ide egy kicsit sok jutott. Egy kicsit bevizetem.
és akkor hagyjuk majd megszáradni, mert lehúzom. Elmegy ez a vázon, elmászik. És akkor meg megszárad, jó? Tehát hagyjam megszáradni. Hogyha kell, akkor vissza kell erősíteni a rajzot. És a csíkos nem baj, tehát ezzel ne foglalkozzál. Jó, hát egy kicsit ilyen narancsos színt fogsz kapni. Egy csöpp sárgát én ide rakok, és lehet, hogy ezzel egy kicsit még melegítünk itt az alsó színen. Most így rákenem még vizesen, akkor ugyan még, tehát hogy még narancsosabb legyen nekem, inkább úgy szimpatikus. Itt a vásznon is keverheted. Most ez az ecset. Ahogy. Jó. És akkor most egy kicsit várunk. Rendben. Na, sziasztok! Amint látjátok, én már felraktam az alapot a vászonra. Ez majd leírom itt. Szerintem így a képernyőre, és itt láthatjátok a képernyőn, hogy milyen új volt. Jó, oké. No, én már aláalapoztam a csendéletnek. Érdemes ilyen alapot elkészíteni. Ez egy ilyen melegebb szín, ami fehér, szürke és narancs, tehát a narancsot azt pirosból és sárgából kevert ki, és akkor kapsz egy ilyen hússzín, vagy hát mindegy, egy ilyen jó kis meleg árnyalatot. Ezt hígan kell felvinni, mint látszik, és ugye átlátszik a rajz, amit felrajzoltam, tehát a grafit vonalak azok frankon látszanak. Hát, még egy picit kell száradni, és akkor utána neki tudunk állni. Tehát a lényeg, hogy meg legyen jól száradva. Ez az első lépcső, amit meg kell tegyél neked is. Mindjárt folytatjuk, jó? Na akkor, hogyha megszáradt itt az alapunk, akkor most az első lépés az az lesz, hogy 11-14 különböző színárnyalatot föl fogunk pakolni ide a képre. Ezeket egymás után fogjuk kikeverni. Két vagy több árnyalatot itt a háttérben fel fogunk rakni első körben. És ezt úgy fogjuk tenni, hogy azért ez az alapszín, amit itt felraktunk, itt-ott azért kivillanjon. No, akkor neki is állunk. Hát én készítettem már ide ki ultramarin kéket, remélem, hogy látjátok. Hát, és pluszban még citromsárgát. Általában mindig a legtávolabbi részt festjük meg. Hát én úgy gondolom, hogy első körbe a kékkel kellene kezdeni. Ez egy ilyen 14-es, nagyon klassz kis ecset, vágott fejű, de ha ilyen nincs, akkor teljesen jó egy lapos ecset. És
egy kis kéket ide kiveszek, aztán teszek hozzá egy kis fehéret is. Ilyen halványabb kéket fogok most kikeverni, és igazából itt a vászon is tudunk keverni, tehát nem fontos állandóan ügyen nagyon. Egy kicsit vizezd meg az ecsetedet, a fölösleget lehúzod, és akkor neki is állhatunk. Tehát akkor most itt a hátsó részt megcsináljuk. Ami, és eset nyilván nem kell egyöntetűnek lennie. No, hát akkor kezdjük. Belemaszatolunk egy kis kéket, világos kéket. Ez a fele ennek a résznek ilyen világos kék legyen. Nagyon picit vizezhetjük, hogyha nem annyira csúszik, fölösleget persze itt le, és itt tud átfog nekünk. Hát most csak ez ilyen felvázolás igazából. Na most mindjárt itt az első körbe nagyon pici lilát is keverünk, mert ugye ennek magának a virágnak majd lesz egy kis árnyéka, tehát az úgy néz ki, hogy piros és kék. Piros és kék. Nem kell sokat kikeverni belőle. És úgy nagyjából, ugye itt van nekünk egy ilyen vonalunk, nagyjából felrakjuk ezt a virág árnyéket, ami valami ilyesmi lesz. Vásznunkat, és akkor most egy kicsit citromsárgával is dolgozunk.
hogyha megszáradt az alapunk, ezt most itt visszatehetjük igazából, és jön a következő lépésünk, ami abból fog állni. Először még ide ennek a vázának az árnyékát is felpakoljuk. Ahhoz egy picit megint vizezd be az ecsetedet, a fölösleget azt húzd le. És ugye icipici kis fekete, icipici fehér, és akkor abból egy ilyen szürkés árnyalatot kaptunk. Tehát akkor ezt ide felrakjuk, és errefelé helyezd az árnyékot, és így húzod. Jó, és akkor még ide is rá lehet egy picit menni. Nagyon picit vizezheted még, ha kell. Fölösleget ne felejtsd el lehúzni. Hát sajnos én az előbb itt egy kicsit itt kevertem, és akkor itt megmaradt nekem. A szürkés, kékes szürke árnyalatom, és ide is száradt sajnos, amíg száradt a vásznom. Jó, hát így ennyire igazából elég, semmi különös. Jó, és akkor itt ezt is így megcsináljuk, és így rámegyünk. Jó. És akkor van már egy kis árnyékunk is. Szuper. Én mondom nektek, hogy ez szuper. No. És megcsináljuk a virágot nagyjából, ami ugye okker, és mondjuk van ugye egy kis fehérünk, ide teszünk egy kis fehéret, és akkor szépen felpakoljuk meg a sárgát, egy kicsit keverve, jó? Kezdhetjük itt a bimbóknál. Csináljuk itt az üvegvázát is, ami úgy fog kinézni, hogy de megint kell nekünk egy ilyen valami hasonló, egy kis lila, piros, kék, több a kék.
kicsit, teszünk ide az alapszínből is. Na, még ez a napsárga, még most ezt is ki tudod keverni egy pici pirossal, tehát hogyha egy pici pirosat esetleg teszel vele, akkor megkapod. És akkor azért egy kicsit, nagyon picit keverjük ezzel a citromsárgával, mert az egyik nagyon citrom, a másik az pedig nagyon, hogy hívják, nagyon napsárga, ami nekünk itt most nem kell. Jó, hát valami ilyesmi. Aztán igazából ezt az előbb is megtehettük volna, tehát ez a lilás kék, jó, és akkor most egy kis zöldet. A zöld az pedig ugye kék. Félretesszük és teszünk bele egy kis sárgát. Megnézzük, mit tettünk. Nagyjából szerintem jó is lesz. Egyszer ilyen halványot fogunk húzni. Fehér, azzal rámegyünk ide, egy kicsit sárgával keverjük icipicit. A második lépésként, most ugye megint egy kicsit hagytuk száradni, akkor most elkezdjük egy kicsit jobban kidolgozzuk. És ha gondolod, akkor fogjál egy ilyen kisebb ecsetet, ugye én ezt a 14-eset, mondjuk egy 8-asat, 6-osat,
De szerintem nem fontos, mert még itt a háttéren dolgozunk. Most még adunk neki egy mélységet, ami úgy néz ki, ugye, hogy piros és kék, tehát csinálunk egy jó kis lilát, tehát több a kék, és szerintem teszünk bele egy nagyon-nagyon csöknyi, majd ugye megnézem, hogy mennyit sötétedik, avagy nem, és akkor szépen elkezdjük kidolgozni, tehát megadjuk neki a mélységét.
félén, ami azt jelenti, hogy most kellene megint egy kicsit zöldezni, ami sárga kék. Nagyon csöpp feketét is beleteszünk, mert akkor ilyen jó kis olivásat fogsz kapni. Jó, és akkor a szárán egy kicsit teszünk egy kis sötétet bele, és igazgatjuk. Ezzel a zölddel. Itt ott, ezt teljesen lehúzom. Jó, és akkor ide is megyünk. Egy kis zölddel. És rámegyünk mindjárt egy kis fehérrel, jó? Elnézést sárgával. Így. Így ez egy ilyen kis levélke. Akkor itt a bimbónál van egy ilyen kis szintén zöld. És rámegyünk még sárgával. Mert ezt még ugye egy kicsit borítja. Tehát ez ilyen leveles bimbó. És igazából ezt így belehúzzuk. Jó, ez is most, ez nagy olás még, bár valaki azt mondja, hogy már így kész, de nekem nem annyira, ide is húzom be egy kis akármit, ide is húzom be egy kis akármit, egy kis vonalat, de pedig, mert ugye ez lesz végül is inkább a közepe, majd megjavítjuk. És akkor erre is kicsit húzunk egy. Jó, hát ilyenkor, amikor színváltásokat csinálsz, akkor érdemes mindig kimosni az ecsetet, ha nem is tökéletesen, de azért úgy nagyjából. Akkor most megint itt rámegyek egy kis citrommal. Meg még egy kis zöldet is teszek oda. Ha még zöldet, akkor tegyél egy kis zöldet is. És akkor így nagyjából. Ez is csak most még ilyen nagyjából van kész. Ide egy kis okkerke. Okerka kerül. Ja, hát itt a most nekem muszáj ezt kijavítsam, itt a sarkot, mert zavar.
nézünk. Tehát kék és sárga. Tehát a citromsárgával dolgozunk, kék és citromsárga. Itt is húzunk egy szárat. Teszünk rá egy-két levelet, ez csak így meg. Oda pöttyintesz igazából. Mert ezt majd másik ecsetet váltunk, azzal könnyebb, és akkor majd megmutatom, jó? Akkor dolgozunk egy kicsit a bimból itt is. Ugye ezt is egy kicsit a zöld levél borítja. Tehát erre is teszünk egy kis zöldet. És még egy kis sárgával megkeverjük. Még ide keverünk egy kicsit. Jó. És szintén itt fönt is egy kicsit ilyen. Zöld, sárga, variation-t felrakjuk. Ne legyen ilyen nagyon egyhangú. És ide egy kis fehéret is rakunk. Meg azért ide is kis picikét. Ajaj. Megelmusztam, nem baj. Sárgából vagy narancssárgából, tehát sötét napsárgából is még ide rakunk egy kicsikét. Ide is így. Akkor még erre is rakunk egy kis napsárgát. Csak egy ficnét, picit. Jó, aztán most ez a napsárga, ugye, akkor ezt hát egy kicsit így megpöttyözzük, vagy itt bevaszatolunk, jó? Úgy körkörösen, jó? Tehát arra figyeljünk, hogy körkörös legyen. Aztán teszünk rá egy kis okkert, és még ugye ez az árnyékosabb része. És még egy kis feketét is. Nagyon óvatoskodva, jó? Az nyolc piros és az okker. Nagyon csak kék, ugye megnézzük, mit teszünk, mit tettünk, hát elvileg ilyen barnás színt kell kapjunk.
piroskék sárgából, abból barna születik. Hát én most okkert kevertem hozzá. Most még egy kis variáció. Igen, jó. És akkor valami kis barnásabb. Hát nem nagyon látszik, de valamennyire. Ugye, hogy egy kicsit ilyen... más színt kaptunk. Legyen ott is mélység. Aztán egy picit, ha megszáradt, mert ugye nagyon lesz lemosolna. Most egy kicsit most ki az ecsetedet. És folytatjuk a szirmokat, mert ugye annyira nem sárga ez az a sárga, vagy fehér meg sárga, hanem itt azért a színek egymással hatással vannak, ugye a hátul a fal színe befolyásolja a fehér virág színét, tehát itt valami olyasmit kell kapjunk, valami nagyon világos lilát, amit így rá rakunk még ide-oda, tehát lila, mondjuk erre a részre kicsit, ez túl sok, vagy túl lila lett, tehát így óvatoskodva, jó? De belkeverünk egy kis lilát. Alakul. Na most még van itt egy kis festék, amiből ugye egy kis zöldet azért kotyvasztunk. És akkor ide is húzunk egy kis zöldet neki. Így. Ez ugye nem állik, az valahol itt van valami, nem tudjuk mi. És akkor itt kellene egy kicsit zöldezzünk.
Ilyen nagyon magentás szint, ami mondjuk, hát mindjárt talán van itt egy annyi csöpp kis feketém és egy csöpp kis piros. És ilyen jó sötét bordót, hogyha kapsz, akkor az is jó bele. Igazából. A lényeg, hogy valami jó kis, és akkor ezt is így körbe, jó? Na, alakul.
két falevelet is felteszünk, tehát